155 darab növényjel lett gazdagabb a virágzó zugló program jóvoltából az Olajág otthonok zuglói Paskál otthona. 135 rózsabokrot, valamint összesen 120 levendulát és évelőt ültettek ki a területre. A kerti munkálatokon az idősek otthona tagjain kívül jelen volt Rozgonyi Zoltán alpolgármester és Szatmári Kristóf országgyűlési képviselő is, akik maguk is részt vettek a virágok ültetésében. Van szerencsém ennek a zuglói résznek a képviselő lenni, és bízom benne, hogy valóban itt az itt lakó idősek, a fiatalokkal, akik most itt ültetik, egy olyan kapcsolatba kerülnek, hogy ez a program folytatható, és valóban itt a mostaninál is szebb környezetben élhet mindannyiunk, aki itt a környéken lakik, jár. Papcsák Ferenc polgármester személyes javaslatára 2011 májusában indult útjára a Virágzó Zugló utcafront szépítési program. A kezdeményezés egyik példaértékű sajátossága, hogy Zugló önkormányzata és a zuglói lakosok közösen hozzák rendbe, teszik virágzóvá a lakóházukhoz tartozó utcafrontot, előkertet. Gyönyörűek, a többségük gyönyörűen megmaradt, tehát óvják, védik az emberek, ápolják, és Zuglóban egyre több terület szépül meg, egyre rendezettebbé válik. Egyre inkább olyan képet mutat a kerület, amit szeretnénk, hogyha mutatna, egy rendezett, szép, barátságos, zöld zugló jelleget, amit megérdemel a kerület és megérdemelnek az itt élők. A programban résztvevő lakosoknak az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az elültetendő cserjéket és virágpalántákat, valamint az ültetéshez szükséges felszerelést. Bár évek teltek el a kezdeményezés óta, még most is töretlen az érdeklődés a Virágzó Zugló program iránt a kerületben.